nagyon éles mérkőzésre számítottunk, gyakorlatilag az is volt, hiszen ez egy tényleg jó csapat. A tegnapi nap folyamán megmutatták a Ruszlán körbéket, úgy mondjam, sőt, hát szinte azt hittük, hogy ez egy tuti mérkőzés. Például én a délelőtti meccsikre azt gondoltam, hogy nem tudják megnyerni, és nagyon biztosan nyerték meg, ezért egy kiki meccse kellett készülünk, ráadásul a mögöttünk lévőknek úgy alakultak a dolgai, hogy az X-el nem biztos, hogy le lehetett volna Szegedre. Úgyhogy végig feszült volt a légkör, hiszen 50 perc ez nagyon rövid, és azt tudtuk, hogy egy idő múlva, hogy pontrúgásokkal tudunk legnagyobb veszélyt csinálni a kapunk előtt, hiszen azért dolgozjuk a pontot, illetve az érkezések is jók. Nem mindig jött be, nyilván, szerencsére egyszer, amikor egy villányosan érkezett szöglet után egy nagyon fontos beadás érkezett ország részéről, és ezáltal megszereztük, és nem lehetettem be a végén, hiszen már nem volt idő a egyenlítésre a győzelmet, ez így egy komoly csapatmunka után egy nagy siker, hiszen nem tudom ebből a csapatból bekerülni.